53,5 milliárd forint. Ennyi a 2018-ra tervezett győri költségvetés főösszege, jelentette be sajtótájékoztatóján Borkai Zsolt polgármester. A cél az volt, hogy a város a meglévő intézményhálózatát változatlan színvonalon vagy még jobban fent tudja tartani, és hogy a tervezett fejlesztésekhez is rendelkezésre álljon a szükséges anyagi forrás. Egyrésztről a topos területi operatív programokból való megújulások és fejlesztések, mások a modern városok, és harmadik nem utolsó sorban pedig a saját költségvetésből megvalósuló beruházások. Ez mintegy 20 milliárd forint értékben történik meg a költségvetésünkben. A polgármester kiemelte, befejeződik a Bécsi kaputér, illetve a Radnóti utca felújítása. Két év alatt 2,5 milliárd forint pályázati pénz jut a főbb úthálózat korszerűsítésére, a lakóutca programra pedig 1,7 milliárd forintot szán a város. 1,1 milliárd forintot kap a városüzemeltetés, 700 millió forintból pedig parkok, zöld területek újulhatnak meg. Kerestük és néztük azokat a területeket, ahol valóban szükséges anyagi forrásokat biztosítani ahhoz, hogy az életminőség javuljon. Így nem utolsó sorban ebben az évben mintegy 200 millió forinttal többet költ a város a helyi autóbusz közlekedésre is. Remélem ez a szolgáltató oldaláról megjelenve magasabb szolgáltatást fog biztosítani. Míg tavaly a sport, idén a kultúra kap kiemelt szerepet. Fekete Dávid alpolgármester hangsúlyozta, több olyan kisebb fejlesztés várható, amely abban fog segíteni, hogy a különböző programokat még jobb körülmények között tudják megrendezni. Elindult például az Icsi palotának a belső felújítása, de több művelődési ház is bekerült a felújítandók körébe, így például a Bezerédi kastély vagy a Nyírmóti művelődési ház is szerepel a költségvetésben. Ami viszont egy nagy falat és egy nagyon komoly, majdnem 700 millió forintos fejlesztés, az a belvárosban a Generációk háza fejlesztése, illetve az ehhez kapcsolódó zöld terület fejlesztések, egy olyan topos konstrukció, amiben az épületet is meg tudjuk újítani, illetve több belvárosi zöld felület is meg tud újulni, mint például a Bizinges sétány is. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, iparűzési adóból számítanak a legtöbb bevételre, amelynek összeg elérheti a 21,5 milliárd forintot. A költségvetés elfogadásáról a közgyűlés dönt majd.